más a sok kérő közül, miért az MTK-t választottad? Három ok miatt is, de mielőtt ezeket felsorolom, szeretném megköszönni Tiba Istvánnak, Balmazújváros volt polgármesterének, képviselő urának, hogy 2,5 évvel ezelőtt bízott bennem, és a csapatot a irányításomra bízta. Úgy gondolom, hogy közösen nagyon nagy sikereket értünk el, és biztos vagyok benne, hogy a Balmazújváros labdarúgás nélkülem is nagyon-nagyon sikeres lesz még. Én minden edző kollégának olyan tulajdonos kívánok, mint ő, hogy lesi minden gondolatát az edzőknek, a stábnak, és ha kell, akkor erőn felül is teljesíti. Úgyhogy ezért tudott a klub ilyen sikeres lenni. A három oka, amit kérdeztél, Magyarország második legsikeresebb klubja hív. Tehát ez úgy gondolom, hogy már magában elég kell, hogy legyen. A második pedig, ahogy Balmazújvárost 2 év alatt tudatosan tervszerűen felépítettük, úgy nekem is van egy tervszerű edzőpályamodell, aminek következő lépcsőfoka egy tradicionális klubnak, egy ilyen patinás egyesületnek az edzői állása. Úgy gondoltam, hogy 1-2 éven belül ezt elérhetem, de mivel most jött az alkalom, ezért most kellett megragadni. A harmadik pedig a vezetőség, akik nagyon-nagyon korrektek voltak velem, hiszen 2 hét, amikor megkerestek, elfogadták azt, amit én elmondtam, hogy a utolsó fordulóig csak a Balmazújváros feljutására szeretnék koncentrálni, és utána is első nap a Balmazújváros, és második nap vagyok hajlandó leülni velük tárgyalni. És az a keddi tárgyaláson az első másodperctől azt éreztem, hogy engem szeretnének, és mindenféleképpen bíznak bennem, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt legyek. És olyan terveket mutattak be, amiből nem szeretnék kimaradni. Nehéz volt meghozni ezt a döntést, és ott hagyni a Balmazújvárost végül? Nagyon nehéz volt, hiszen ezt a csapatot én raktam össze. Érzelmileg nagyon kötődök a játékosaimhoz, hiszen nem csak szenzációs focisták, hanem nagyszerű emberek is. A Balmazújvárosi közönség fantasztikus, hiszen elmúlt 2,5 évben jó barhozban mellettünk voltak. Lehet, hogy sokan csak az utolsó mérkőzésünket látták, de minden mérkőzésen ilyen hangulat volt, lehet, hogy kevesebb emberrel. Nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam tőlük, és gondolom, hogy sikerült valamennyit visszaadjak belőle. Felemelő érzés volt ott edzősködni, valamint ugye a polgármester asszony és képviselő tényleg mindent megtett a sikerünk érdekében, úgyhogy volt 3 álmatlan éjszakám, hogy döntsek, de olyan ajánlatot kaptam, amit nem lehetett visszautasítani, és itt nem az anyagiakra gondolok, hanem olyan cél és olyan kihívás, ami számomra mindig az első és legfontosabb, hogy itt részese szeretnék lenni ennek. Van esetleg hiányérzeted amiatt, hogy a Balmazújvárost az első osztályban már nem te irányíthatod? Persze, tehát ezért dolgoztunk a játékosokkal minden nap, hogy NB1-be kifussunk a pályára, és megmutassuk, hogy Balmazújvárosnak milyen labdarúgói vannak. Viszont áldozatokat kell hozni. Ez őszintén megmondom, hogy egy nagy áldozat volt, viszont óriási megtiszteltetés és óriási felelősség, hogy az MTK Budapestnek lehetek a vezetőedzője. És ez az áldozat remélem, hogy csak egy évig lesz, hogy nem NB1-es meccsen ülök a kispadon. Nyilván a cél egyértelmű. Szerinted hol kell erősödni a csapatnak ahhoz, hogy ezt el tudjátok érni? Ne haragudj, erre még most nem tudok válaszolni, hiszen tegnap este és ma reggel beszéltem a Balázzsal. Még nem tudom, kinek jár a szerződése, kinek milyen kontaktja van. És hogyha ezt ma letárgyaljuk, átbeszéljük a dolgokat, holnap vagy jövő héten nagyon szívesen megválaszolok erre a kérdésedre. Arról van már esetleg elképzelésed, hogy a játék stíluson, a játék filozófián szeretnél leváltoztatni? Az MTK Budapest egy tradicionális klub. Úgy a filozófiáikhoz választanak edzőt. Így gondolom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésedre. De nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy eredményes legyen a csapat, és a tradíciókat betartva, de eredményesen szeretnénk szerepelni.